Sziasztok! A mai egy nagyon izgi videó lesz több szempontból is. Egyrészt mert tesztelni fogom élesben a Rimmel Provocalypse tartós ajakrúst. Fel fogom kenni itt előttetek a videóban az ajkaimra. Rajtam lesz egész nap, és bejelentkezem majd többször, hogy éppen hogy áll a rúzsom, mennyire kopott le, szóval remélhetőleg ki fog derülni, hogy valójában mennyire tartós is. Ezen kívül pedig két szerencsés nyerhet majd egy-egy Rimmel ajándékcsomagot, amiben természetesen megtalálható a Rimmel Provocalypse ajakrúzs is, de erről majd a videó végén. Azt így előjáróban szeretném leszögezni, hogy én nem most próbálom ki legelőször a Rimmel Provocalypse-et, ugyanis pár éve valamelyik angol vagy amerikai videósnál láttam róla egy tesztet, és annyira megtetszett, hogy rendeltem magamnak az egyik külföldi webshopból, viszont annak a színe nem igazán jött be nekem, úgyhogy ezt nem is nagyon hordtam. Ennek ellenére mindig reménykedtem benne, hogy előbb-utóbb felbukka majd a magyar boltokban is, és pár nappal ezelőtt voltam egy Rimmel blogger rendezvényen, ahol egyébként vlogoltam is, és amikor beléptem az irodába, ahol volt ez a rendezvény, és megláttam a provokalipszeket, teljesen bezsongtam, hogy úristen, végre itt vannak, bár sajnos csak limitált ideig lesznek kaphatók. A Rimmel Provocalypse-ről azt kell tudni, hogy ez egy kétfázisú. Szóval ez egy kétlépéses tartós ajakrúzs, első lépésben a színt kell felvinni, majd utána jöhet a második lépés, tulajdonképpen ez rögzíti a színt az ajkakon, illetve ad egy kis fényt is. Ez itt most nálam a 200-as Alcolyu árnyalat, és egyébként az állít a csomagoláson, hogy 16 órán keresztül tart, hát erre nagyon kíváncsi leszek, bár megmondom őszintén, hogy nem hiszem, hogy 16 órán keresztül rajtam lesz. Mindkét fele ilyen hagyományos applikátor, úgyhogy ezekkel viszonylag könnyen, gyorsan és precízen fel tudjuk vinni az ajkakra. Lehet ajakápolót használni előtte, sőt, akinek szárazabbak az ajkai, azoknak szerintem kell is. Én igazából, hogyha tudom, hogy tartós rúst fogok használni, akkor mindig leradírozom előtte az ajkaimat, és akkor utána jöhet az ajakápoló. De nagyon fontos, hogy mielőtt ezt felkeni az ember, fel kell itatni az ajkakról a felesleges ajakápolót, mert különben előfordulhat, hogy esetleg nem tapad oda megfelelően a szín. Na de most már eleget beszéltem, nézzük akkor, hogy hogy is néz ki a gyakorlatban. Először a színt fogom felvinni. És most várok körülbelül egy percet. Eltelt nagyjából egy perc, egyébként most egy kicsit ilyen ragacsos érzetűek az ajkaim, de jöhet a második lépés, egyébként szerintem gyönyörű ez a szín. És íme így mutat az ajkakon, szerintem egyszerűen tökéletes ez az árnyalat, én teljesen oda vagyok érte. Most van reggel vagy délelőtt, kinek mi, 9 óra 43, nekünk van néhány dolgunk, úgyhogy lassan elindulunk. Ez most igazából kicsit egy ilyen vlog is lesz, hiszen velem tarthatok a mai napon. Néha becsekkolok majd, hogy hogy áll a rúzsom, úgyhogy tartsatok velem. Megyünk vidékre a családhoz, és továbbra is nagyon tetszik ez a rúzs. Gyorsan megálltunk reggelizni, és szégyenteljes módon megettem egy Mekis békönös tosztot, de nézzétek meg, hogy gyakorlatilag a rúzsomnak ez meg se kottyant. Az a fényesség az már eltűnt, de ettől függetlenül gyönyörű szép a színe továbbra is. Csinálunk egy puszi tesztet, jó? Jó. Jó, én is kapok, de aranyos vagy. És ezek nem látszódik semmi itt a pofidon. Nem. Tetszik a színe? Igen. Színe nagyon tetszik. Itt vagyok anyukáméknál, de mindjárt indulok egy workshopra, ahol ilyen babaszobába való kis zászlófüzért fogunk készíteni. Kopott már valamennyi a rúzsomból, viszont ez valószínűleg azért van, mert jó kis lájtos gulyáslevest ebédeltem, ami hát azért eléggé olajos, vagy hát zsíros, de még azt gondolom, hogy még így is egészen jól látszódik, szóval, hogy nagyon jól tart.
Most van 7:15, és elindultunk vissza Budapestre. Nagyjából 9 órája van rajtam a Provoca Lips, több mint 9 órája, 9 és fél órája. Nyilvánvalóan kopott valamennyire, ettem és ittam többször is. Ennek ellenére szerintem teljesen vállalhatóan néz ki, szóval, hogy nagyon jól bírja, tényleg nagyon jól bírja. Legközelebb már csak akkor fogok bejelentkezni, amikor lemosom, és akkor kiderül, hogy végül is hány órát volt rajtam összesen. Elnézést kérek a fényekért, de mindjárt este 9:30 van, és éppen most akarom lemosni a sminkemet, úgyhogy itt vagyok a fürdőszobában, és itt sajnos nem a legjobb a világítás. Nagyjából 12 órája van fent a Provoca Lips az ajkaimon, és láthatjátok, hogy gyakorlatilag még mindig látszódik. Nyilvánvalóan kopott azért valamennyit, de ahhoz képest, hogy reggel óta fent van, és ettem ma többször is, ittam is, rengeteget beszéltem, szóval egyáltalán nem kíméltem, és szerintem ehhez képest teljesen jól néz ki. Le vagyok nyűgözve, és megmondom őszintén, hogy én magam is meglepődtem, hogy ennyire tartós. Nagyon kényelmes viselet az ajkakon. Most így a nap végére azért már érzem, hogy egy icipicit szárít, de egyáltalán nem vészes. Más tartós rúzsok, amiket én próbáltam korábban, azok ennél sokkal jobban igénybe vették és szárították az ajkaimat, szóval ez ahhoz képest semmi. Úgyhogy én tényleg nagyon meg vagyok elégedve. Gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan lehet lemosni. Én általában micellás vízzel szoktam eltávolítani a sminkemet, úgyhogy első körben megpróbálom egy micellás vizes vattakoronggal eltávolítani az ajkaimról a Provoca Lips-et. Hát ezzel nem nagyon sikerült, láthatjátok, hogy egy icipicit talán leszedett, de még igazából mindig ott van, úgyhogy megpróbálom lemosni kétfázisú sminklemosóval. Ezen a vattakorongon már kétfázisú sminklemosó van. Nézzük, hogy ezzel sikerül-e leszedni. Igen. Igen. Ezt egyértelműen kétfázisú sminklemosóval lehet eltávolítani. És ennyi lett volna ez a mai videó, vagyis nem egészen, hiszen ígértem még nektek egy nyereményjátékot is. Ezt a két Rimmel ajándékcsomagot fogom kisorsolni. Mindegyik tartalmaz egy-egy Provoca Lips ajakrúst, 2 Rimmel körömlakkot, illetve egy-egy Rimmel szempillaspirált is. Hogyha szeretnétek megnyerni, akkor nincs más teendőtök, mint nyissátok le a videó alatti leírást, és ott megtaláljátok a pontos nevezési feltételeket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, mert azzal óriási örömet okoznátok nekem. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!